A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Milyen lesz a tanulás térképe 10 év múlva? Meddig érdemes egyetemre járni? A szak számít, vagy az egyetem neve? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik ellátogattak a Matthias Corvinus Kollégium előadására. A köztérben számítunk figyelmükre. Két olyan szektor van, ami rettenetesen fontos az emberi életben, de csak addig érdekli az állampolgárokat, amíg ők vagy a gyerekeik benne vannak. Az egyik az oktatás, ahol ha az utolsó gyerek kifutott, ebben a mai világban a felnőttek nem annyit tanulnak, tehát ez a régi típusú oktatás, a családban azonnal megszűnik az érdeklődés, a valódi érdeklődés az oktatás iránt, és a másik az egészségügy, ott a fiatalokra jellemző, ez nagyjából 40-es évekig, ugye nincs bajuk, egyáltalán nem érdekli őket, és nem szeretnek TB-t fizetni, akkor kezdődik ez az érdeklődés az egészségügyre, amikor az első bajok jelentkeznek. Tehát ha átfutottak rajta az emberek, akkor onnantól nem fontos. De nekünk fontos, akik itt ülünk legalább, úgyhogy akkor nézzük át a dolgokat. Az első két diámon egy kicsit gyúrunk agyra, utána már oldottabb lesz a dolog, de hát át kell néznünk két dolgot. Az egyik, hogy milyen ideológiák kavarognak a gyerekek tanulását illetően. Ezek az ideológiák, ezek a népszerű sajtóban, az interneten folyamatosan jelen vannak. Egy részük, majd utalok rá, ez a reformpedagógia, Rousseau és mások, ez lényegében már győzött is, csak nem tudjuk. És a szülők beviszik ezt az iskolába, és magától értetődően beszélnek, utalnak ezekre a dolgokra, és ott áll egy pedagógus, aki egy más típusú megközelítésmódot használ, és ugye nehezen értik egymást. A leghagyományosabb, amelyiket én magam személyesen ez áll a legközelebb hozzám, ez a plátóni dolog, egy hierarchikus tudásképről van szó, lényegében egy szó írja ezt le, a műveltség. És akkor még mellé tegyünk szavakat, hogy nehéz, tehát tanulni nehéz, fáradtságos a dolog, a dolgok bonyolultak, mi keveset tudunk, a tudósok is keveset tudnak, mert rétegzettek a dolgok, egy életen át kell ezt a dolgot csinálni, és aki messzire jutott egy adott tudományágban, azt tisztelni kell, mert ő sokat szenvedett azért, hogy tudja ezt a dolgot. Ez megvan mindenkinek. Ugye a gyerekkor 60-as, 70-esekben így tekintettek rá a nagy koponyákra, ezzel a tisztelettel. Tehát egy mikrobiológus tiszteltünk, vagy egy fizikust, atomfizikus, mert az nagyon nehéz, amit őt elsajátított. Egy ilyen rétegzett, hierarchikus tudásról van szó, és egy életen át lépkedünk. Van egy pozitív, ilyen életigenlő része is. A műveltséget azt úgy kell elképzelni, amikor már kialakul, mert addig szenvedünk vele. Például olvasni kell ebben a világképben. De nem multifunkciós, tehát nem megnyomunk egy szót, amit nem értünk, és megnézzük, kidobja ott egy ilyen kis doboz, meg aláhúzunk digitális tollal, az később semmi. Elmerülni, olvasni. Nem baj, ha az elején 60%-át értjük. Jókaint, amikor elkezdik a kőszív emberfélét a gyerekek, hát telem a latin dolgokkal, meg ilyen vármegyei dolgokkal, 60%-ot se ért az elején a gyerek. Aztán szépen, 200 oldal után már úgy összeáll a kép. És az első 200 oldal az ugye rettenetes. Ezt mindig próbáljuk letagadni, hogy az nehéz Tolstojnál az első 200 oldalon, még az orosz neveket se tudjuk megjegyezni. De mire a háború és a béke ugye a végére ér, addigra extatikus állapotba kerül a gyerek, és a szereplőktől függetlenül valami összeáll neki, ami egy életre szóló. Ezt úgy hívjuk, hogy embernél nagyobb dolgok. Ez a műveltség. Van benne öröm is, mert mikor már nagyjából kialakultak a fő belemek, akkor úgy, mint hogyha ilyen részhúzalok lennének koncentrikus körökbe, pici harangokkal, ezek a tények, amiket megtanultunk, az a sok-sok dolog, az a sok fölösleges dolog, amit megtanultunk, és akkor valaki mond nekünk valamit, hogy kecske.
és a számtalan dolgot behív az agyunkba, mert a, nem tudom, a Rubens festményektől, a nem tudom milyen zongoradarab, stb. És csilingelnek a harangok. Tehát az ilyen ember boldog, mert úgy sétál végig egy itáliai kisváros utcáján, hogy, hogy zúgnak a harangok, mert mindenfelől ismert dolgok jönnek be neki. A másik ember meg megy mellette, annak örül, hogy meleg van, az kellemes, de nyugtalan, hogy mikor találnak egy helyet, ahol pizzát tudnak enni. Mert neki nem üzen semmit ez a dolog, tehát ők szegények, akik nem műveltek. Érdekes, hogy a konzervatív megközelítésű emberek nem mernek erről beszélni, ezekről a dolgokról. Pedig erről kellene beszélni, hogy milyenek a tudásszegények. Van egy másik megközelítés, ez egy nagyon primitív 19. század behaviorizmus, a lényegében a Pavlov kutyája megnyomja a csengőt, akkor megindul a nyála, mert tudja, hogy kap enni. Ilyen egyszerű. A szakképzésben az elmúlt 150 évben ez volt a tehát, hogy így húzza a reszelőt. Most már azért humanizálódik a dolog, de ott sosem volt semmilyen reformpedagógia, meg műveltség, ez az áramlat volt. Hát 1980-as években még testi fenyítés az elfogadott volt a szakképző intézményekben. Tehát ott egy katonás világban tanították őket be. És tulajdonképpen a nagy változás Rousseauval következett be, a reformpedagógiával, az Emil, ugye, és a többiek, ott úgy írják le a gyereket, hogy ez a romantika évszázada, hogy a gyermek az egy csodálatos rózsakert. Most direkt parodizálom. Nem is szabad azt mozgatni, az magától virágba borul, picit lehet így szelidíteni, öntözni, ha van, nagyon kijön ott a parlagfű, azt szedjük ki, de alapvetően magától fedezi fel a világot, ez a konstruktivista pedagógia. Nem mondjuk meg, hogy az alma leesik, hanem majd ő kísérletben ejtse le, és ő majd személyesen felfedezi, hogy leesik az alma, és gravitáció van, ugye? Tehát, mert a gyerek egy csodálatos, virágos kert. Ez egy Rousseau és a romantika az első antikapitalista lázadás, hát ott korábban kezdődött Nyugat-Európában a gyarmatok, a gazdagság miatt, ott már a kapitalizmus volt, és a romantika az első lázadás még Marx előtt, hogy hát ez egy retteltes rendszer, ott ez a proletárok, a nyomor, a gyáripar, és ne ez legyen, hanem szeressük a gyereket, mert a gyerek az egy kincs, ugye? És most ez a Pavlov kutyája ez kiment, hála a jó Istennek, és gyakorlatilag a műveltségre, tudásra alapuló világkép, amit megkapnak a tanárképzésben a pedagógusaink, küzd öntudatlanul ezzel a rózsakert dologgal, ahol ugye azt mondja a szülő, mert ő olvas és tanul, hogy személyre szabott legyen az oktatás. A Ferike a saját ütemében haladjon. Nem szabad siettetni a gyermeket. 32 fős osztályokról beszélünk, ugye. És azt kérdezik, hogy ezt hogy? Akkor azt mondja, hogy differenciálni kell. Valamit persze lehet. Tehát ezek azért termékenyítő gondolatok a megfelelő mértékben természetesen. És a legjellemzőbb, amit a kollégák még nagyon sokszor hallanak, a tényekről, amit nehéz megtanulni egyébként, hogy az fölösleges, mert azt meg lehet majd nézni. De a tényeket nem azért tanuljuk, hogy a cserebogár ízelt lábainak az anatómiájára 50 éves korunkban is emlékezzünk, hanem másért tanuljuk. Lényegében ezzel edzik meg a gyerekek agyát. Két kulcstárgy van, ezt minden szülőnek tudnia kell, az összes többi erre épül. Az egyik a magyar. Szép dolog a Bajza József, de nem ezért tanulnak magyart, és nem ezért olvasnak nehéz Berzsenyi Dániel verseket, amiket alig lehet érteni, de nem ezért. Azért olvasnak, mert aki nem tud az anyanyelvén fölállni, beszélni, megszólalni, és egy dokumentumot kitölteni pontosan, az nem tud részt venni a társadalom életében. Ez ki van zárva. Jól ismerjük ezeket az embereket. Általában agresszióval és üvöltözéssel próbálják a hátrányt behozni, hogy őket is elfogadják. Nem tehetnek más, tehát nem azért csinálják, mert rosszak, hanem mert ő is látszani akar, és tudja, hogy ő nem tudja elmondani. Ő tudja, hogy nem tudja. Ki vannak zárva? Ezt nem lehet. A másik a matematika. Szóval ugye mondják a rózsakertből, hogy hát ki vont utoljára gyököt, ugye felnőtt korában, elsőfokú, ezek csak edzése. A matematika az a elemző jellegű probléma megoldásnak
az agyjáráson. Tehát az após már nem tud elköltözni, őt el kell vinni külön, már mi fogjuk elköltözni. Van X mennyiségű IKEA-ba vett papírdobozom, és a barátom két autót tud szerezni, de csak hétvégére, szombatra, vasárnapra. Hányra jöjjenek? Ki pakol össze? Milyen messze van a másik lakás? Amikor az egyik elindul a dobozokkal, a másik hogy jöjjön vissza? Mikorra készülünk el? Ez matek. Aki ezt nem tudja végig gondolni, az mit csinál a családjában, mert kezelni kell a krízist, ami ott van, üvölt, tehát az agresszió ugyanaz. Ez már nem szociospecifikus, ezt az átlagemberek is ugyanígy üvöltenek. Ez egyszerűen csak egy jel, hogy az analitikus gondolkodás, tehát az elemző gondolkodás, a probléma meglátás és probléma megoldásnak az algoritmusai, erről szól a középiskolai matematika, nem fejlődtek ki. A kérdés az az, hogy lehet-e ilyen kompetenciákat fejleszteni a dolog tárgya nélkül. Lehetek-e én 18 éves koromra egy jó, fiatal, szerető, egy kicsit poétikus kérdés, ha nem öleltem nőt. Tehát a kompetenciát akarom kifejleszteni. József Attila azt mondja, hogy csak a másik emberben moshatod meg a saját arcodat, tehát, hogy ahhoz, hogy jó szeretők legyünk, kell ölelni nőt, ahhoz, hogy tudjuk elköltöztetni az apost, végig kell járnunk a gimit, és le kell érettségizni matekból, és gyököt kell vonni, nem a gyökvonásért, hanem azokért a sémákért, ami alapján én hidegvérrel át tudok gondolni egy helyzetet, és a Berzsenyivel is érdemes kínlódni, meg memoritert megtanulni, mert utána egy lakógyűlésen, mikor össze-vissza ordibálnak, fel tudok állni, és talán a három csoportot össze tudom rakni, meg tudunk egyezni, és akkor csak kiírjuk azt a mini beszerzést a háznak a kifestésére. És mindenki csodálkozik, hogy hogy voltam rá képes. Úgyhogy én olvastam, meg figyeltem magyar órán. Pici matek is kell hozzá. Az összes többi tantárgyunk, az mint a szőlő, kacs, erre fut föl, és akkor vannak a szépséges készségtárgyaink, ami azért kell, hogy emberek legyünk, hogy énekeljünk, hogy tornázzunk, mozogjunk, hogy rajzoljunk, ezek a nagyszerű készségtárgyak mellette, ez kiegészít és színesít. Tehát itt ugye egy dolgot nem szabad csinálni, megkérdezni, hogy kinek van igaza. Ezek ideológiák, filozófiák, egyiknek sincs igaza, kezeljük őket arányosan, tehát alapvetően tanuljanak sokat, ismerjék meg a nehéz munkát, ebben van ilyen vergődés is, hogy dolgozatot írnak reggel, és este neki rossz emiatt. És fáj a szívem, én szülő vagyok, ugye három gyerekem van, ezt megértem, most már lassan kipörögnek. Hát sajnálom, amikor látom, hogy készül a matek dolgozatra, fizika, ugye az még rosszabb, fizika dolgozatra. De tudom, hogy ez nem lehet másképp, és olyankor én, mint szülő, sunnyogok, tehát csinálok neki egy tojásrántottát, de nem ülök oda mellé, mert meg kell szenvednie a dolgot, túl kell esnie rajta, majd utána jobb lesz neki. És ugyanakkor ebből a rózsakertből és rózsaszín felhős dologból egy csomó jó kis pedagógiai technika átvihető és színesíthető. Mikor például motiválnom kell őket, akkor kis csoportmunka. De nincsenek általában tanulók, mindig, ahogy én most erre a közönségre, itt Székesfehérvárra szabom, a szemkontaktus alapján dolgozok a mondani valómat, meg hogy ütemezem a diákat, tehát most sok időt töltök ezzel, mert érzem, hogy itt ez most megült, az jó nekem. A tanár is alkalmazkodik a gyerekekhez. Tehát ott, ahol ezt isszák, válogatott gyerekek, mint a szivacs, isszák a tényeket, otthon még olvasnak hozzá. Ott nem kell piros papírból vágni asztalnál közösen, és nem ragasztjuk a Bábel tornyát papírból, mert időpocsékolás. És ahol pedig a motivációt meg kell teremteni, mert gyűlölik a történelmet, és egy kukot nem értenek az egész, hogy miért kell ilyennel foglalkozni. Ott ragasszunk Bábel tornyát, álljanak össze a dolgok, és tömbösítsünk órákat, tehát nem 45-90 percesre, és ott akkor beszéljük meg azokat a témákat, hogy a víz például, és akkor minden szempontból nézzük meg, hogy a víz kémiából, fizikából, történelemből, magyarból hogy jelenik meg. Mert akkor egy kicsit motiválódna. Tehát nincs gyerek, sokféle gyerek van, és rájuk kell szabni a haladást, az előremenetet. Ugye ezt a gyermekkultuszt már meséltem, még egyet emelnék ki.
mindig csodálkozom azon őszintén, mint kutató, hogy a világ összes országában, hát ki mikor, de alapvetően reggel 8-kor tömegek jelennek meg kőházak előtt, sietősen, ott az utcán esznek valamit, és aztán beözönlenek fáradtan, kialvatlanul, hogy elkezdjék az első órát. Ez az oktatás, a tömegoktatás rendszer, hogy miért járnak. Amikor a Covid kapcsán az iskola lezárást kihirdették, akkor nálunk a tanulóknak, hát ez iskolája válogatja, de országos átlagban olyan 23% az első napokban azonnal eltűnt a rendszerből. Finnországban ez olyan 10-11% volt. Az is sok, egy jóléti államban, skandináv, 10-11% ott is eltűnt. Na ők azok, akik csak azért járnak, mert tankötelezettség van. Azt kell megérteni a kollégáknak, hogy a tankötelezettséget azért vezeti be először a londoni nagy tanács, a városi tanács, mert a gyerekek harmadszor gyújtják fel Londont, és a város nagy része akkor még fából épül, tehát leég. Mert a szülőknek már el kell menni dolgozni, ipari forradalom, tehát proletár, elmennek dolgozni, muszáj, kapitalizmus van, ott hagyják a gyerekeket, és mi a legjobb játék, különösen a fiúknak, a tűz ugye az utcán, elkezdne, az tényleg jó játék egyébként, tehát én is értem lelkileg, elkezdenek játszani, leég a város. Ha harmadszor ég le London jelentős része, akkor elrendelik a tankötelezettséget. Valami tizenvalahány évig tart, amíg beterelik őket, mert az alsóbb néposztályok, a fehér alsóbb néposztályok, a proletárok szilárdan meg vannak győződve róla, hogy ez káros. Mert ahelyett, hogy játszanának, tehát ott nem jó az iskolába bemenni, mert az nem jó hely. Furcsa dolgokat csinálnak, furcsa emberek, és ez nem természetes. Aztán lassan beletörődnek, és hát nálunk is, és minden társadalomban van egy olyan 20%, amelyik úgy gondolja, hogy ha lehetne, akkor nem kéne oda járni. Tehát vettük az elméleteket, amik küzdenek a fejünkben, a csodálatos rózsakert, meg a műveltség csatája, és valójában közben a hétköznapokban a tankötelezettség tartja össze ezt. Nekünk nem, mert a középosztály tudja azt, hogy miért jár a gyereke, az előrehaladás érdekében. Ott a gyerekek is tudják, a Freudnak van egy kulcsfogalma, az örömvisszatartás. A középosztály sikerének ez a kulcs, hogy megtanulják a gyerekek ezt. Ez a következő. Tehát a gyerek látja, hogy a papa fáradt, a mama fáradt, idegesek, kicsit. Jó, de jó, minden rendben van, rendes család. Vacsora után vannak, és akkor látszik, hogy a mama még pakol, meg intézi a dolgait, a papa meg még bezárkózik kedvetlenül, mert fárad, mert mondja, hogy neki még dolgoznia kell. Aztán utána az ágyba látja őket, egy picit pár percet olvasnak a lámpa alatt, mind a ketten, olvasnak mi, becsukják, alvás, iskola. De nyáron elviszik őket Horvátországba. A többieket nem. És a fejükben összekötik, hogy jó, akkor nem volt jó nekik. De ebből lett a pénzünk, és így megyünk el nyaralni. Ez a kulcsa. Ha én pedagógus vagyok, egy ilyen kulturális háttérre én tudok építeni, mert visszatartja az örömét. Ahol nincs követelmény a családban. Követnek a kollégák? Hanem, mint a paradicsom nőnek. Ott ez a Lust princíp, mondja a német, az örömelv uralkodó, hogy azt csinál, amihez kedve van, mert nincs elvárás. Nem is különböztetik meg a gyereket, ő a kicsi, én meg a nagy. Nincs minőségi különbség, csak én nagy vagyok, már megnőttem, majd ő is megnő, ő meg még kicsi. De olyan, hogy a felnőtt többet tud, érettebb, csak a nagy meg a kicsi. Az alsó tagozatban szépen meg az óvodába beilleszkednek, ezzel nincsen baj. És a felsőben, ahol megjön a fogalmi gondolkodás, az absztrakt gondolkodás, fogalmak, ott borul az egész világon. Tehát ötödikben mindenütt, az összes PISA mérés szerint romlanak az osztályzatok, és döbbenetes mennyiségű gyerek bukik az egész világon. Tehát ahol megjönnek a fogalmak, az nem megy, mert az a munka, hogy el kell mélyülni, és most egy ideig nem jó, az nem megy. Hogyha eddig ilyen nem volt. A többieknek meg volt végig ilyen, és akkor ez kicsit nehezebb, de megugorják ezt a dolgot. Tehát mély okai vannak a teljesítménykülönbségeknek, ezek nehezen áthághatók. A Covid még egy dolog, és aztán konkludálunk lassan egy jó iskola felé.
A Covid érdekes volt, figyeltem a nyelvek kapcsán, nyilván angolul a világot is, de nekem a finn meg a kínai két ilyen külön dolog. És úgy világos volt, hogy ebben a különleges helyzetben egy pillanatra lehámlik az iskola előtt, az iskola rendszer előtt a textil, és valami olyanba látunk rá, majd a következő években a lezárással, amit elfedett a hétköznap, a kicsöngetnek, becsöngetnek világa is. Az volt a kérdésem, hogy a legelején, hogy vannak-e olyan országok, minisztériumok, döntéshozók, akik rögtön az elején tudják, hogy ez az egész Covid dolog miről fog szólni. És egy ilyen országot én találtam. Ugye Tinker Butingsue, ez a kínai oktatási minisztériumnak, ugye ez egy nagyon nagy ország, az emberiség egynegyede, tehát az oktatási minisztérium egy néhány jelből álló, néhány ecsetvonásból álló szlogent bocsájt ki, egy útmutatást, ez egy mondat, egy rövid mondat, hogy hogy oldják meg ezt a kérdést, és utána technikailag nem foglalkozik ez a miniszter, az a tartományok dolga, hogy oldják meg ezeket a dolgokat. Iskola, digitális, ez nem. Tehát Pekingben csak egy elvi útmutatást adnak. Ilyen egy 5000 éves civilizáció. A jelmondat, amit az oktatási miniszter, nehéz lefordítani, valami ilyesmi, hogy az óratartás leáll, a tanulás nem áll le. Jó, mondhatják, hogy hát igen, ez tör, de nagyon mély. Nagyon mély. A kőházakat becsukjuk, amikre azt mázoltuk olajfestékkel, hogy iskola, meg ilyen pecsétek vannak rajta, hogy öko, meg mit, projektek. Bent bezártuk a szaktantermekbe azt a több milliárdért fejlesztett PC-ket, meg mindenféle digitális dolgot, ami oda volt kötve ilyen zsinórokkal, meg wifik. Tehát a kőházat bezártuk, és felvetődött a kérdés, ugye a szüje, hogy lesz akkor a tanulás. És kiderült, Magyarország elég jól vizsgázott, tehát elég normálisan teljesítettünk. Az Európai Uniós tagállamokban, mondjuk az első harmadban voltunk a teljesítményünkkel, amivel én nem vagyok különösebben elégedett, lehetünk volna még jobbak is, de Európában a jók között vagyunk, ezzel a két évünkkel, és ugye kiderült, hogy a kőházból ki lehet szedni a tanulást, és működik a kőházon kívül is. Ez egy olyan tudás, mint amikor életünkben először a férjünkre, most a hölgyekhez beszélek, meginog az ember, nem jól vizsgázik egy élethelyzetben, és így ránézek, mert még sosem láttam ilyennek, és már nem látom olyannak soha többet, mint előtte. És ez nem jó, elveszik valami az aurájából, hogy úgy mondám, onnantól már objektíven látom. Az meg egy nehéz dolog, az egy másik kapcsolat. Érthető. Tehát a rendszer is kiderült, hogy lehet tanulni a kőházakon kívül is. Árnyalnám a dolgot, ilyen kezdeti kutatásaink vannak iskolákban, még okokat nem tudunk. Azért mondok egy tantárgyat, aminek nem tesz jót a digitalizáció. Most a készségtantárgy, tehát a tornaórák, ezek evidensek, most ezt nem mondanám. A mateknak úgy tűnik, hogy nem tesz jót. Van valami a tanári személyiségben, az a mágia, az a kisugárzás, a kréta, a tábla, a hangja, ahogy levezeti, mert ugye ott levezetik a dolgokat. Ami úgy látszik, hogy a mateknál, még nem tudjuk miért, kell. És ha a matekot mondok, akkor fizikát, kémiát is mondok, ugye hát ezek azért a logikailag oda tartoznak. Viszont például a nyelvtanításról kiderült, hogy az azért elég jól működik. Lehet, hogy jobb osztályban, persze, nyilván könnyebb, inkább mondjuk azt, hogy könnyebb, de működött elég normálisan a nyelvtanároknak, a módszertani képzettsége általában kiemelkedően jó a többiekhez képest. Úgyhogy ők összekapták magukat, egy részük magánnyelviskolában is tanít mellette, a gyerekek egy része online, a mobilján online, Duolingon meg hasonlókon tanul mellette nyelveket, tehát ez a dolog már itt megérett. Ez a legfőbb tanulság, most ugye az, hogy visszatettük a kőházba egész Európába a tanulást, háromféle ország van. A hollandokra, az észtekre mondanám azt, akik azt mondták, hogy ez annyira érdekes volt, hogy ők tovább mennek ezen az úton, és elkezdenek kísérletezni. Tehát tartanak órákat, kicsöngetnek, becsöngetnek. Reggel 8-ra mennek a gyerekek,
De ha egy iskola jelentkezik, hogy ő valami hibrid dolgot akar csinálni, hogy 3 napig bent a házban tanulunk, 2 napot pedig csütörtök péntektől meg megyünk haza, feladatokkal is otthon tanulunk, és hétfőn beszámolunk, hogy mit végeztünk, ugye? Vagy valami hasonlót, akkor kapnak pénzt, és kezdjék el ezeket a kísérleteket. A legnagyobb csoport itt Európában a középső, ide tartozunk mi is, akik ilyeneket még nem indítottak el, de figyelnek azért, és ilyen kisebb, emészthetőbb darabokat próbálnak beiktatni az ő rendszerükbe, és a harmadik csoport azok, akik belebuktak ebbe a digitális oktatásba, ide sorolnám mondjuk a dél-európai országokat, tehát ezt tudjuk, az ő digitalizáció katasztrofális, Franciaország, Belgium, tehát azok, akiket vártunk, azokat. Kész. Olaszok, spanyolok, tehát ez természetes, görögök. És ők tulajdonképpen nem néznek vissza. Tehát ők abban bíznak, hogy ez elmúlt, és hogy akkor normálisan lehet járni iskolába megint. És az utolsó egy érdekes dolog még a suli előtt, az úriember, ő egy katolikus horvát arisztokrata az osztrák-magyar monarchiából, úgy hívják, hogy Iván Iljics. Zsidó származású is, Bécsben tanul szociológiát, majd az Egyesült Államokba kerül, ahol marxista lesz, de közben jezsuita is, és végül Havannában köt ki, és ott fejezi be az életét. 64 körül ír egy könyvet, The Schooling Society, az iskolátlanított társadalom címen, és ott 64-ben a következőt mondja Iván Iljics, hogy ha a technológia készen áll majd arra, hogy a szülők és a gyerekek kisebb közösségbe, csoportokba, hálózatokba megszervezzék a tanulásukat, ez a homeschooling egyébként, tehát egy tanítónénit kibérlek a piciknek, az egyik mamának a kertjébe járnak ilyen russzói módon, furulja a báránykák, sőt, tanulnak, és egy kicsit online-oznak is, akkor azt mondja, hogy Iván Iljics, hogy egy történeti képződmény az iskola, és akkor egyszerűen el fog párologni, meg fog szűnni. 64-ben látja előre. Hát mondjuk egy jezsuita, tehát azért az agya volt. Ugyanakkor nem fog megszűnni az iskola. 3 okot már most a Covid alatt láttunk, ami miatt nem. Ez a láttunk, ez azt mondja, hogy ez most az én PowerPointom, tehát ezeket én mondom. 3 problémacsoport volt, amivel a legtöbbet kellett dolgozni, és sajtófigyelés alapján néztük meg. Az első, hogy el tudnak-e menni a szülők dolgozni, főleg a kicsiknél. Tehát az iskola jelentősebben azért kell, hogy el tudjanak menni az emberek dolgozni. A második a szociális ellátás. Egy sor dolgot a suli köré szervez minden jóléti állam, Magyarország is. Az étkezések, a mindenféle igazolások, tanúsítványok, családi pótlék, stb. Mindenféle dolgnak az igénylése, táborok és hasonlók. Ez a suli köré van szervezve. Ezt máshova is át lehet szervezni, de ez bonyolult, körülményes. Ez egyelőre itt marad. És a harmadik, a nagy téma, mi lesz a bizonyítványokkal, mi lesz az érettségivel, a felvételivel. Hát ez ugye mindenkit nagyon érdekel. Egyiknek sincs köze a tanuláshoz, a learninghez. Mert az iskola csak részben szól a tanulásról. Az egy társadalmi intézmény, ahhoz, hogy élni tudjunk. Tehát hagyjuk az egészségügyi példát akartam volna mondani, az viharokat keltene, a gyógyítás meg a kezelés különbségei. De hát, hogy ez egy társadalmi intézmény, amíg el kell menni dolgozni, tehát home office-szal ez már egy árnyal dolog, de az emberek többsége nem fehér galléros, és be kell menni a munkahelyére. Amíg a szociális ellátás egy része az iskolához kötődik, és amíg a társadalmi előrelépésnek a papírozása és bizonyítása a kőházon belül van, addig lesz iskola, tehát mint szülők arra készülök, hogy a következő 15-20 évben még lesz iskola. Hibrid-szerű, tehát nem minden lesz már úgy, de azért ilyen kőház lesz, és oda egészen biztosan kell még járni. Hogy igen. A világban a kollégáim 3 témáról szoktak kutatni, beszélni a konferenciákon. A tanításról egyre kevesebbet, a tanulásról nagyon, tehát hogy a gyerekek tanulnak-e. A kettő közötti különbség megvan, ugye? Tehát, hogy azt mondja nekem most egy kazánfűtő példája, azt mondja nekem a kazánfűtő az iskolámba, hogy neki 7-kor kéne járnia, de ő hajnali 4-kor itt van már.
mert úgy szereti az iskolát, és ő már 5-kor elkezdi fűteni a kazánt, ugye? Tehát megható. De hideg a cső. Hideg, fázunk. Tehát akkor én, mint főnök azt mondom, hogy Pali bácsi, szép dolog ez, hogy maga korábban jár, de mi fázunk, nem oké. Tehát tanítunk, csináljuk, nem tudnak semmit, megnéztük. Tehát ez a problematika, és akik ezen túl vannak, a PISA-ban a legjobban teljesítők, ők már ezzel annyit nem foglalkoznak, inkább ez a learning experience, a tanulási élmény, hogy milyen klímában történik ez, hogy működünk együtt másokkal, mennyire motiváló ez a dolog, okoz-e ez örömet neki? Hogy lehetne ezt a tanulást még eredményesebbé tenni finom dolgokkal, tehát inkább már e felé haladnak. Mi magyarok jellegzetesen a tanításba a tanulás felé megyünk, tehát a középen vagyunk, ami nem egy rossz hely. Ezek a vaskori ütközetek, mit tanítunk, milyen tantárgyak, milyen nemzeti alaptanterv, legyen-e szakfegyver, tankönyvfejlesztés, kik tanítsanak, életpálya, felvételi vizsgák, ez alapvetően a rendszer szabályozásáról szól. Tehát ez a gyerekek tanulására nagyon kicsi hatással van, tantereket cserélhetünk, az osztályteremben úgyis az lesz, amit a Piroska néni fog ott mutatni nyilvánvalóan. Tehát ez egy szép dolog, ezeket a csatákat meg kell mindig vívni, és ezek mindig újraélednek, tehát ezek örökütközetek. De amikor az oktatásra tekintünk, tudjuk ezt, hogy ez a felszín. Maga a tanulás az egy érdekes dolog már, ez egy része a tanteremben van, de például ugye szinte minden gyerek jár külön órára, és a kortárs csoportnak 15 éves kortól meghatározó, most már inkább 13-at mondanék, 13 éves kortól meghatározó szerepe van abban, hogy merre orientálódnak, mi érdekli őket, mit vesznek komolyan, és mit nem vesznek komolyan. Szczepański azt mondja, egy nagy lengyel szociológus, és ezt vigyük haza, mint szülők is, hogy a középiskolában nem az a lényeg, hogy milyen suliba vesznek föl, és hogy milyen szak, vagy szakirány, vagy fakultáció bontakozik ott ki. Az az alap, azért az fontos, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy kik lesznek a barátaid. Ez meghatározza az egész életutadat. Szczepański megkülönböztet, hát ezek csúnya szavak, de előrevívő barátokat. Előrevívő. Ő nem csak karrier értelemben, hanem lelki épülés, gazdagodás, tanulás, fejlődés értelmében is. És hát nyilván vannak olyan baráti körök, amik lefelé visznek. Ezért van az, ezt mindenki tudja, hogy egy egyszerű, papír nélküli kőműves ember is, amikor beszél a fiú otthon arról, hogy vannak új barátai, akkor azt kérdezi, hogy és az apja, anyja mit csinál? Mivel foglalkozik? Mert tudja azt, amit a Szczepański, amikor felfedezte, nagyon nagy pszichológusnak, meg szociológusnak tartották, de ezt a Kőműves bácsi is tudja, kik a barátai, és a szülők mit csinálnak, ugye? Felméri, hogy lefelé visz ez a történet, vagy fölfelé. Nem is csak a státusz, hanem az életmódjuk, mert lehet, hogy magas státuszúak, de helytelen drogoznak. Az nem jó, az nem jó. Akkor inkább legyen alacsonyabb státuszú, de normális család. Úgyhogy ez egy szülői felelősség, és a másik a digitális ügyek, rengeteg mindent tanulnak onnan. Ami azt jelenti, tanárként ez nem így volt 65-ben vagy 75-ben, tudnom kell azt, hogy amikor ott ülnek és tőlem tanulnak egy órán, az az ő tanulásuknak most már valószínűleg a kisebbik része. Ilyen a Covid alatt hallottam csodálatos, szentimentális mondatokat, hogy azért is kell az iskola, mert ott tudnak egymással találkozni. Tehát most el vannak szigetelve. Amire a gyermekeim megengedő mosolyal azt mondták, hogy ők napfényes teraszokon és árnyas ligetekben bárhol tudnak találkozni, mert a messengerre megszervezik. Az 30 évvel ezelőtt volt, hogy azért kellett iskolába járni, mert ott tudtunk találkozni. De engem mindig meghatnak ezek a romantikus képek. És hát a tanulási élmény a végén környezet, zugók, személyesség, baráti társaság, a külső támogatás minősége, város vagy kampusz, ez egy nagy kérdés, hogy melyik a jobb, tehát elszigetelten lenni, vagy bent lenni mondjuk egyetemen, a városban, iskolában. Miskolc az egyik példa, kiviszik ugye igen, egy külön város. Az is lehet jó, ha él, de ha nem él az a külön város, és a belváros meg döglődik, mert nincsenek ott diákok, akkor kész.
Szeged, ahol benn van a városban, és a város vonzerejének szerintem az 50%-a az a diákság, ugye? Tehát ezek nagy kérdések. És akkor zárásként tulajdonképpen egy ilyen 21. századi iskolának a kereteit vázolnám föl. Az első, hogy ahova a gyerekemet adom, ott valami műveltségképp meg értékrend kell, hogy legyen. Lehet ez ilyen russzói reformpedagógia is, csak legyen világos. Tehát azt mondani, hogy hát itt 50 éve dolgozunk, és itt tanítunk, mert hogy mi van itt, kérdezem. Hát, hogy itt tanítunk. Ez azért nem annyira bizalomgerjesztő. Tehát valami prof. Tehát Jolánka, ki ön? Én egy nő vagyok. Hát ez nem egy szerencsés indítás. Tehát, hogyha azt mondaná, hogy mit tudom én egy gépíró vagyok, most már átképeztek PC-re, és itt dolgozom ebbe a cégben, nagyon érdekel a kirándulás, az erdő, meg a klasszikus zene, akkor azt tudok kapcsolódni. Na, így van az iskolával is. Tehát valami legyen nekik. A pedagógiai programból, vagy leírtak, azt át lehet futni, de hát azok azért alapvetően papír dolgok. A második még lényegesebb, hogy valami tanulási koncepciójuk legyen. A legtöbbnek nincs, hát ők órákat tartanak, ugye? Tehát a gyári működés. Akiben felbukkan olyan, hogy témahetek vannak, projektek néha, tehát akkor az már azt üzeni, hogy dolgoztak egy kicsit együtt, összeültek, valamit csináltak. Az már nem rossz. Az már nem rossz. Nem kell, hogy jó legyen, amit kitaláltak, de már valamit csináltak. Tehát az igyekezet megvan. Ez azt jelenti, hogy figyelnek a munkájukra. Ne felejtsük el, ez is egy kemény mondat lesz, a gyár, az üzemszociológiában a következők vannak, a szalagmunkást nem érdekli a munkájának a minősége. Ahogy mikor fújnak, a vége a műszaknak az érdekli, és utána azonnal a gyár környékén vannak ivóhelyek, ez az egész világon így van, és töményt fogyasztanak először mindig, nem szomjasok, töményt, hogy kimossa a 8 órát belőlük, és akkor úgy tudnak elindulni hazafelé, mert meg kell szabadulni. Ez a szalagmunkás. A normál munkás bevonható, de csak mérsékelten. Az első szint, ahol mikor hazamegy, lefekteti a gyereket otthon, izé csend van már, nyuga, megvacsoráztak minden, és még elővesz egy kockás papírt a lámpán, és elkezd még ottan töprengeni, hogy lehetne, mert nem jól van az üzemben valami. De hát az a technikus, a technikusi szint, tehát a szakmunkás fölött egy picivel. Az, ahol felelősséget érez, nem az övé a gyár, de akkor is. Hogy azért jobban kéne csinálni. Meg nem kell ide kinyúlni, hogyha ide helyezem a polcot, és így rajzol meg, és majd javaslatot fog tenni. A pedagógus társadalom is igaz ez, meg az iskolákra is, hogy különböző attitűddel dolgoznak. Mindig a vezető minősége határoz meg mindent. A vezető minősége. A rendszabályok nagyon fontos. A reformiskolákban lehet az a szabály, hogy piros sapkában négy kézláb járunk a folyosón, most karikírozom, az is oké. Csak legyenek szabályok, valamiféle rend legyen, hogy élünk együtt, és hogy tanulunk együtt. Tehát a káosz nem jó. És amikor látom, hogy a tanárok túl akarják élni a napot, mert káosz van, oda nem adom a gyerekemet. Tehát a szabály legyen, amit megtanul, hogy azt kell követni. Lehet reformpedagógiai szabály is. Vannak nálunk Pesten mindenféle ilyen sulik, az is működik normálisan. Feladatátadás, motiválás, környezet bekapcsolása, és talán az értékelésről még egy dolgot. Mind a két része fontos. Most nagyon divatos a motiváló értékelés. Ez a reformpedagógia majd. Dicsérni, motiválni, de van egy másik típusú is, amelyikben bizonyos értelemben objektíven jelzünk vissza arra, ami nem jó. Ezt most már egyre kevésbé illik mondani, és mindenkit mindenért igyekszünk megdicsérni. Ugye? Nem helyes. Tehát a helyes arányokat kell tartani. Ha ez nincs meg, ez a visszajelzés, tehát nem szokik hozzá az életben, akkor az történik, mint amikor én először a cégben elkezdtem a munkatársakat értékelni, ezek ilyen diplomás fiatalok voltak, és jól dolgoztak. Tehát pozitív értékelést kaptak néhány kisebb fejlesztendő területtel. Ugye, mert az nem ment nekik még olyan jól. Zokogtak a lányok, mikor ezt elmondtam. Pedig pozitív volt az értékelés, néhány fejlesztendő. Tehát
egy Corvinuszt el lehet végezni, tehát meg előtte egy érettségi, egy vidéki jó gimibe, Veszprémben például, a Lovasiban, mondjuk onnan jött, aztán elvégezte a Corvinuszt, széttanulta magát és hasonlók, de soha nem volt egy olyan objektív értékesi helyzetben, ahol szembesült volna bizonyos gyengeségeivel, és én ezt a legbarátságosabban mondtam el, mint jóindulatú főnök, de ez is sok volt, az izgalomtól meg a szokatlanok sírtak. Tehát nem, tehát azért szembesíteni kell velük, hogy olyan például, hogy kettes vagy hármas, azért valamiféle objektív mérce szerint olyan van. Ez a felnőtté érésnek egy része. És akkor ehhez képest majd elhelyezi magát. Nem jó, nekem rendszeresen voltak ketteseim kémiából. Nem volt jó. De az világos volt, hogy a tanárnak van igaza, tehát, hogy én nem tudom. Nem az, hogy én nekem, hogy túl gyors a haladás, nem magyarázták meg a szüleim, akkor még ezeket elfogadták. Hát kollégák, még nagyon sokat tudnék beszélni, de látom, hogy körülbelül az időm eltelt. Zárásként annyit mondanék, hogy sok-sok ideológia kavarog az oktatás körül, ezek ideológiák. Mindig a vegyes rendszerek a legjobbak, de a műveltséget, a komolyságot és a munkát, ez most egy konzervatív üzenet lesz, azt ne engedjük el. A svédek valamikor 72-ben a nagy reformjukban két dolgot bevezettek. Az egyik kötelező lett a tanárok és a diákok között a tegeződés. Több ezer gimnáziumi tanár hagyta el a pályát, nem tudták ezt így elviselni. Jó, ez még hagyján, a másik pedig, hogy megszüntették a házi feladatot. Mert hogy az iskolában mindent meg lehet tanulni, és a házi feladat egyenlőtlenséget kelt, mert a családi háttér különbözősége miatt egyesek rendesen megcsinálják és tanulnak, mások nem, és akkor már úgy érkeznek, hogy már nagyok a különbözők. Nem, mindent az iskolába együtt, és akkor lehet, hogy kevesebb, de együtt, és akkor nem kell házi feladat. A 80-as években észbe kapta, és be akarták vezetni, de akkor már nem lehetett, mert több nemzedék felnőtt házi feladat nélkül. És egy svéd kutató nekem úgy magyarázta, hogy János, ez egy olyan, van ott egy racsni a fogaskeréknél, valahogy úgy, hogy előre enged menni kereket, de visszafelé ott beakad, ott nem. Tehát ha elvesztettünk bizonyos dolgokat, amik ma nem fontosak nekünk látszólag, mert megszokott porosz dolgok, hogy van ilyen, meg ilyen, de ha föladjuk, akkor 10 év múlva már nem lehet visszahozni. Tehát vegyük ezt komolyan, miközben mindenkit buzdítok arra, hogy a motiváció, a csapatépítés érdekében ilyen progresszív reformpedagógiai eszközöket használjunk. A fő elem, amit meg tudunk különböztetni, az az, hogy ezt most azért használom, mert ez egy eszköz nekem, hogy elérjem a céljaimat, vagy ez egy vallás, én hiszek ebbe a dologba, azért használom, mert ezt akarom csinálni egy életen át. Értjük a különbséget, ugye? A tudatos pedagógusnak nincsen nünükéje, tehát ő nem kötelezi el magát eszközök között, hanem azt az eszközt használja, ami célra vezet. Kedves nézőink, a Köztérben a 21. századi tanulással foglalkoztunk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.